A zalakarosi fürdő területén 25 medence, termál és gyógyvizes fürdők várják az ide látogatókat. Az elmúlt 58 esztendőben közel 32 millió vendég fordult meg itt. Ez a család a fürdővárosban lakik, rendszeresen járnak ide. Biztunk benne, hogy jó idő lesz. Még megvan rá az esély, de majd meglátjuk, mi lesz ebből. Amúgy rendszeresen járunk ide. Télen el szoktunk jönni szaunázni, most éppen a nyári szezon kezdődik, aminek örülünk, mert ki fog sütni a nap, reméljük sütni fog október végéig. A nyári szezont a város polgármestere és a fürdő vezérigazgatója nyitotta meg. Novák Ferenc polgármester elmondta, Zalakaros sokat köszönhet a fürdőnek, mivel jelentősen hozzájárult a település várossá minősítéséhez és jó híréhez. Hozzátette, nem csak sikerek jellemzik a múltat. A sikertörténet mellett benne vannak nyilván a kudarcok is. Soha nem felejtem el, 2020. március 15-én kellett arról döntenem, hogy járvány miatt be kell zárni a fürdőt. Mai napig is ebbe beleborzongok, amikor egy szál vendég nem volt Zalakaroson, és minden megállt. De ezt túléltük, meg tudtuk oldani a problémákat, és erre jött ugye az energiaválság, és amikor ezek a problémák, feladatok szóba jöttek, azt mondtuk, hogy mi ezt is meg fogjuk oldani. Ez így is történt, és egy rendkívül sikeres évet tudtunk lezárni. Az intézmény vezérigazgatója arról számolt be, hogy az idei esztendő jól indult a fürdőnek. Most először történt meg, hogy a gazdálkodás pozitív szaldóval zárt. Köszönhető ez nyilván azoknak az átalakításoknak, struktúráknak és a szó legszorosabb értelmében gazdálkodásnak, ami a zalakarosi fürdőn folyt. Abban is bízunk, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és egy olyan főszezont tudunk majd kommentálni, vagy elérni tulajdonképpen, amelynek értelmében, ha visszatekintünk, akkor a számok is igazolják azt, hogy jól. Ténykedtünk, úgymond. A zalakarosi fürdő 14 hektáron terül el. A vendégek szinte minden igényét ki tudják elégíteni. A szezonra alapos karbantartással készültek, többek között több mint 500 négyzetméter burkolatot cseréltek ki, több ezer négyzetméternyi felületet újra festettek, facsemetéket ültettek. A tervek szerint az idei év második felétől geotermikus energiával tervezik fűteni az épületeket. Ehhez a beruházáshoz 200 millió forint saját tőkét investálnak be.